El egy élelmiszerfuturista? Most bizonyára azon gondolkodtok, hogy olvastatok-e már ilyen munkaköri leírást, melyik cég alkalmaz ilyen csodabogarakat, vagy hogy milyen diploma kell ehhez. Örömmel árulom el, hogy semmilyen. A célom pedig, hogy a következő 11 perc után mindannyian ezzel a titulussal rendelkezzünk, hiszen egytől egyig megfelelünk a legfontosabb elvárásnak, legalább egy kapcsolatunk van az élelmiszerrendszerrel, ugyanis fogyasztók vagyunk. Hát csak az hiányzik, hogy merjünk azon gondolkozni, hogy milyen jövőt képzelünk el magunknak, a következő generációknak, és hogy a ma meghozott döntéseink, fogyasztói szokásaink ezt a jövőt építik-e, annak értékeit képviselik-e. De vajon milyen az értékrendszerünk, hogyha az olcsó szót pozitív jelzőként használjuk, és a méret még mindig számít, amikor ételekről beszélünk? Biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri, és pozitív élményeket köt a képen látható termékhez. Gyermekkoromban minden nyáron eltöltöttem egy kis időt a nagyszüleimnél Jászberényben. Nagypapám a sarki ABC-ből szokott hugomnak és nekem hozni helyben sütött kakaós csigát. Izgatottan vártam mindig azt az egy napot a nyaralás során, amikor a bevásárló kosárból előkerült kedvenc pékárum. Pontosan emlékszem a virágmintás kis tányéra, amiről habzsolva fogyasztottam az enyhén ropogós, hajtogatott, félig vajas élesztős tésztát, aminek az aljára a cukros kakaó karamell réteget képzett. Na de mi történt a kakaós csigával az elmúlt évtizedek során? Pontosan az, ami az élelmiszerrendszerünkkel. Az árcsökkentése érdekében optimalizáltuk a hozzávalókat és a folyamatokat. A sarki ABC egy szupermarket lánc része lett, ahova centralizált rendszeren keresztül érkezik a nagyüzemben gyártott élesztőtésztás kakaót éppen hogy csak látott pár száz forintos péksütemény. Szóval sok csalódás és hosszas keresgélés után találtam a képen látható verzióra egy budapesti pékségben. Amikor megemlítettem az akkor 600 forintos árát a szüleimnek, majdnem lefordultak a székről. Egy héttel később vittem nekik, és amíg kuncogva fogyasztották a kézműves terméket, végigbeszéltük, hogy ha összeadjuk a hozzávalók és az elkészítéshez szükséges idő, felszerelések és emberi erőforrások árát, már nem is olyan nagy ez az összeg. Élelmiszerismereteink rohamos csökkenéséhez több dolog járult hozzá. Többek között a globalizáció és az urbanizáció. Ami biztos, hogy az élelmiszerek származása és eredete között és a fogyasztók közötti szakadék akkorára nőtt, hogy az elmúlt évek során olyan példákkal kellett találkoznom, mint egy tizenéves, aki azt hitte, hogy a zöldség és a gyümölcsök a szupermarket polcain teremnek. Bár ha jobban belegondolok, lehet, hogy csak futurista volt, és ő már a pár szupermarketban megtalálható beltéri farmokra gondolt. 2019-ben egy tanuló ö, konyha rócsú során friss diplomások nem ismerték fel a karfiolt feldolgozatlan állapotába. De azt tudták, hogy nem szeretik. Az, hogy melyik szezonban mi terem, teljesen új információ volt számukra. Hiszen ma már csak a dínje meg a spárga, aminél elfogadjuk, hogy nem kapható egész évben. Pedig ha hagynánk, hogy a természet határozza meg, hogy mi kerül a tányérainkra, pontosan azok a tápanyagok jutnak a szervezetünkbe, amire az adott szezonban szükségünk van. Beszerzési döntéseinket természetesen az is meghatározza, hogy mi elérhető számunkra. És a következő képre nézünk, rá kell jönnünk, hogy piszkosul nehéz dolgunk van a vége láthatatlanul sok termék közül kiválasztani a legjobbat számunkra és a bolygónk számára. És míg a választék egyre csak nő, a hozzávalók listája Diverzitása csökken. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete szerint az élelmezési céllal termesztett, mint egy 6000 növényfajból kevesebb, mint 200 járul hozzá a globális élelmiszertermeléshez, és csak 9 teszi ki a növénytermesztés 66%-át. Az egységű bőség jellemzi az összetevő listákat és a tányérainkat is. És míg azok vagyunk, amit megeszünk, Összesen 22% az embereknek tudja, mit is eszik. Elfelejtettük, hogy az étel nem csak üzemanyag, hanem a fogyasztás legintimebb formája. És ha nem a bevásárlásnál, akkor hosszú távon saját és bolygónk egészségével fogunk érte fizetni. Vagy valaki más fizeti meg az árát. Némelyik élelmiszer olyan hosszú utat tesz meg, mire a konyhánkba ér, és itt nem csak a távolságról beszélek, hanem hogy hány kézen megy keresztül, hogy szinte lehetetlen visszakövetni, ki és mekkora értéket tett hozzá a végtermékhez. Vagy hogy ennek megfelelően osztik el a fogyasztók által fizetett ár az ellátási lánc mentén. Vegyük csak például a kávét. Azok az értékteremtő folyamatok, mint a pörkölés és a csomagolás nem a termelő országokban történnek. Így a fogyasztói árak folyamatosan emelkednek, míg a termelőknek fizetett átcsökken. Egy zacskó kávébab árának mindössze 15%-a kerül vissza a termelőkhöz. Szóval minél mélyebbre jutunk az élelmiszerrendszernek nevezett labirintusban, egyre nagyobb igényünk van információforrásokra. Nem meglepő tehát, hogy kulináris magabiztosságunk hiányában úgy támaszkodunk receptekre, mint egy navigációs rendszerre. Vásároljuk a hozzávalókat, a helyet, hogy először abból főznénk, ami a hűtőszekrényünkben vagy a kamránkban van. És itt el is értünk a legdrágább élelmiszerek kategóriájához, ahhoz a 68 kg-hoz évente, ami egy magyar fogyasztó szemetesében landol. Hiszen ma már termelünk annyi élelmiszert, ami 10 milliárd embernek elég lenne. Viszont annyira rosszul osztjuk el, hogy 800 millióan éheznek világszerte, míg egy harmada a megtermelt élelmiszereknek nem kerül elfogyasztásra. Ha az élelmiszer pazarlás egy ország lenne, a harmadik legnagyobb széndiokszid kibocsátó lenne az USA és Kína után. Szóval szeretnétek ennek a fiktív országnak a polgárai maradni? Egy olyan rendszer rabjai lenni, ahol a jólét a szükségletek és a kényelembőségét jelenti, és nem építi, hanem egyenesen rombolja a jövőnket? Ugyehogy nem. Szóval nézzük tehát, hol találhatunk olyan megoldásokat, amik szokásra válhatnak, és így fenntartható fejlődéshez vezethetnek. Az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célja közül mindegyik kapcsolódik az élelmiszerrendszerhez. Én hármat szeretnék megemlíteni. A négyes számú cél az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének elősegítése mindenki számára. Ételismereteink regenerálása nem csak az alapoktatás szerves része kellene, hogy legyen, hanem olyan tudás megosztása van szükségünk, ami több generációhoz szól. Az oktatási intézmények természetükből adódóan közösségteremtő erővel rendelkeznek manapság pedig már majdnem mindenhol lehet zöldséget és gyümölcsöt termeszteni. Ha ezt a két tényezőt összeadjuk, miért is nincsen minden iskolában közösségi termesztés? Az élelmiszerrel kapcsolatos kommunikáció nagyban meghatározza táplálkozási szokásainkat. És ezek az ismeretek nem csak az iskolában, hanem otthon, a munkahelyünkön, a közösségben alakulnak ki. Egy közös étkezés az együttlét ősi formája, és több történik, mint egy tál étel megosztása, amikor egy asztalnál ülünk. Itt határozzuk meg étkezési magatartásunkat, és akár megoldásokat is találhatunk problémákra, vagy megelőzhetjük azokat. Szóval az első lépés, hogy ne csak ételt, hanem a tapasztalatainkat is rendszeresen osszuk meg egymással. Hiszen az innovatív ötletek és pozitív változások ott történnek, ahol különböző perspektívák és ötletek keresztezik egymást. Nem szabad megvárnunk, hogy ismét hiány keletkezzen valami olyanból, amit magától értetődőnek vettünk. Hiszen az élesztő hiányra viszonylag gyorsan reagáltunk kovászunk és kenyérreceptjeink megosztásával, de vajon milyen gyorsan fogunk tudni alkalmazkodni a biztonságos és megfizethető víz hiányához? akkor, amikor a szezonális vízhiányjal szembesülők száma a 2000. évi 500 millióról, a UN Water előrejelzése szerint 2050-re 1,9 milliárdra fog nőni. A 12-es cél a fenntartható fogyasztás és termelés módjainak kialakítása. A fenntartható termelés lényege, hogy kevesebb előforrás felhasználásával ugyanakkora, vagy akár több hozamú gazdasági produktom keletkezzen. A fenntartható fogyasztási szokások kialakítása pedig azt segíti, hogy hatékonyabban használjuk ki az erőforrásokat. Tehát meg kell tanulnunk semmit sem pazarolni, és multifunkcionálisan gondolkodni. Kísérletező típus vagyok, és ennek köszönhetően találtam rá arra a megoldásra, amivel én szeretnék hozzájárulni egy jobb jövőhöz, amivel denormalizálhatjuk a hulladékot. Magyarországon Körülbelül 2 millió tonna élelmiszer kerül kidobásra, és ennek 62%-a keletkezik a termelés és a feldolgozás folyamán. Ami azt jelenti, hogy 1,2 millió tonna élelmiszer kerül kidobásra azért esztétikai okokból, vagy azért, mert tudás és technológia hiányában szenvedünk. Éthelmentő projektemmel mi ezeket a melléktermékeket kutatjuk fel, és készítünk belőlük ízletes és tápláló úgynevezett upcycled élelmiszereket. Mert amikor meglátjuk egy elsőre hulladéknak tűlő alapanyagban a potenciált, azzal csökkentjük a feleslegesen megtermelt élelmiszerek mennyiségét, és kíméljük bolygónk erőforrásainak készletét. A következő képen egy rostban és fehérjében gazdag alapanyagot láttok, a sörtörkölyt. A sörgyártás mellékterméke az édes leszűrése után fennmaradó gabona őrlemény, árpa és vagy búza. Alkoholtartalma nincsen, viszont nagyon gazdag tápanyagokban. Nagy mennyiségben készül, hiszen 85%-át teszik a sörgyártás folyamán keletkezett élelmiszer hulladékoknak és hazánkban általában állati takarmánynak szokták felhasználni, noha emberi fogyasztás is teljesen alkalmas, így első lépésként mi a fogyasztók által már ismert ropogós granula formájában juttatjuk el az asztalokra. Természetesen nem kell mindenkinek saját vállalkozásba kezdenie ahhoz, hogy hozzájáruljon egy fenntarthatóbb jövőhöz. A feladatunk az, hogy kísérletezőek legyünk, és megkóstoljunk egy upcycled élelmiszert, vagy olyan recepteket készítsünk, amiben minden zöldség vagy gyümölcs, minden ehető részét felhasználjuk. Nem is gondoljátok, mennyire finom egy ecetes a hésavanyúság, vagy mennyire ízletes ragut lehet készíteni a banán banánhéjából. És hogy én honnan tudom ezeket? A korábban már említett globalizáció pozitív hatása, hogy egyre több megoldás és ötlet születik minden nap szakterületek, tudományágak és kultúrák meccéspontján. És a 17-es célnak köszönhetően egyre több ágazatokon átnyúló partnerkapcsolatra és együttműködésre van példa. Szóval, a ti dolgotok csak annyi, hogy merjetek kísérletezni. Mert nem mindenki lesz vegán de egyre többen fogunk átállni a növényi alapú táplálkozásra, hogyha nem zárkozunk el az új ételek megkóstolásától. Nem mindenki fog saját permakultúrás gazdálkodásba kezdeni, de amint megízleljük a sokszínűségét, igényelni fogjuk ennek az ökológiai gazdaságnak a termékeit az élelmiszerboltokban. És nem szabad alábecsülnünk igényeink erejét a kínálat meghatározásában. Mindannyian szavazhatunk villánkkal egy ember- és bolygóparát jövőre, ahol minden élelmiszer döntés jó döntés.